Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás október 14-én. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei. Erre most kivetem a kártyát. A második kérdés az lenne, milyenek az érzelmei, mi bepillantunk most az ő érzelmi világába. A harmadik kérdés az lenne, mit közöl veletek, milyen lépéseket tesz irányotokba. Ehhez jön egy napi kártya a csokis kártyacsomagból. Az első kérdés az volt, hogy mik az ő gondolatai. Itt a kettes szám utal egy párkapcsolatra, vagy köztetek van ez a kapcsolat. Te és ő, azon kívül jelenthet egy szerződést is. A képen nem két ember van, hanem három. A harmadik az nem tartozik oda, mégis ott áll, és figyeli az eseményeket. Itt a háttérben ez a férfi, lehet egy nő is, mert a kártyáknak szimbolikus jelentése van. A lényeg az, hogy valaki figyel benneteket, és mivel ő ezen elgondolkozik, ő tudja, hogy mi van így a háttérben. A második kérdés az volt, hogy milyenek az érzelmei, itt vannak viták, veszekedések. Itt az ötös szám arra utal, hogy valaki beleszól a dolgaiba, és ez nem tetszik neki. Itt minden össze fog omlani, és pontosan ez, amit ő közöl veletek. Ha így összeomlott minden, akkor lesz egy új kezdet is. A napi kártya azt jelenti, hogy ő saját maga fogja irányítani a dolgokat, vagy átteszi magát ezeken az eseményeken, és lesz itt egy megújulás. Csináld magad, ezt jelenti ez a kártya itt. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom, egy általános jóslás. Viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást, természetesen áll néven, a díjam 3500 forint, asztrológiával kiegészítve 8000 500. És ez volt a videóm. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!